Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk Szentpéteri Nagy Rihárddal, a reggeli személlyel, de ő esti személy is volt, másik délutáni délelőtti, tehát minden pozícióban helytel, mert hogy hát az lett volna itt a kiindulás alap, hogy a NER, az, hogy is van, az ellenzék átvágná a NER csomót, ugye ez egy rettenetes szójátéknek tűnik, és a független bírák pedig puccsot kiáltanak, ugye ez elég perverz, mert hogy ugye van egy ex-lex, tehát van egy ilyen furcsa törvényen kívüli állapot, ugye amiben a Fidesz leledzik, és ugye azt, hogy meg lehet-e törvényen kívüli eszközökkel fékezni, hát én ebben nem foglalnék állást, biztos ebben ez azért nem, hát hogyha az embernek drrrvel kezdődik a neve, az enyém nem, de mindenekről azt kérdeztem már idefele jövet, hogy biztos, hogy jó ez a demokrácia önmagában az, hogy mint állam, mint a társadalomnak, ez kihozza belőlünk a maximumot, vagy lehet tovább lépni ebből a még jobb? Vagy merre érdemes tovább benne, versenyt kellene fokozni, vagy az egyenlőséget? Ez nekem mindig érdekes volt, hogy szolidáris legyek, vagy tehetséges. Vagyis hát lehet a kettő együtt, tudom. Így van, vagyis hogy a szabadság, vagy az egyenlőség igen, felé menjünk. Igen, ez mindig, mert ugye konfliktusba kerülhet a két érték egymással, éppenséggel napi konfliktusba is akár. Jó reggelt kívánok minden estére, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon érdekes a téma, hosszan lehetne erről persze beszélni. Röviden szóval azt mondanám, nekem tetszik a demokrácia. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis berendezkedés, annál is inkább, mert ugye a konkurens berendezkedések nem nagyon váltak be, és még mindig jó lehet a baloldal különösen igyekszik nem feladni azt az optimizmust, hogy ebből még tovább lehet lépni. Egyelőre akármilyen kísérlet történt, az mind csak rosszabbra vezetett. Azt tud, az igen, tehát szerencsére, vagy hát abban volt részem, tehát nem kergetek álmokat, de például azt mondom, hogy például ott van Bután, vagy ott van Szingapúr, ezek nem kifejezetten demokratikus országok, és az emberek baromi jól érzik magukat. Tehát, hogy ez nem, tehát lehetséges, hogy tehát nem a monarchiával van baj, csak azzal, hogy éppen egy hülye uralkodót fog ki egy nép, akkor neki nagyon rossz, de hogyha egy okét, akkor viszont... Ez eleve is mondható valóban, tehát hogyha jók a vezetők, akkor a rendszer sem kell, hogy annyira jó legyen, mert úgyis jó indulatú vezetők vannak. De azért inkább higgyünk, azt hiszem, legalábbis én biztatom magamat, hogy lehet hinni az intézményekben. Ez az egész alkotmányos demokrácia az arra lett kitalálva, hogy esetleg nem jók a vezetők. Igen. Mert pedig az a vezetők többsége, hát azért nem feltétlenül jó, mert emberek vagyunk, és nem angyalok, és nem is ördögök, hanem emberek számára azért mégiscsak, ahogy az amerikai alapítóatyák mondták egykoron, mégiscsak jó, hogyha van kormányzat. És ugye... Náluk be is vált ez. Igen. Az intézményrendszer megfogta az országot egy igazán, tehát hogy is mondjam, tökéletesen alkalmatlan vezető esetén is. Recseget ropogott, de megállt. Nálunk nem. Tehát mennyi demokrácia kell előtte ahhoz, hogy ez, tehát szemrehányhatunk-e például Kunce Gábornak, hogy nem gondoltak előre erre a lehetőségre, hogy az intézményeket valami olyan módon erősítsék meg, hogy ez ne történhessen meg. Én szerintem nyugodtan szemrehányos tehetünk, hogy nem föltétlenül neki, hanem az egész nemzedéknek, nem úgy értem, nem korosztályként értem a nemzedéket, hanem a rendszerváltás nemzedéket. Igen. Valóban hatalmas hibák voltak itt, és tényleg a legnagyobb, nyugodtan mondhatjuk, az, hogy nem biztosították be a rendszert. Ugye az alkotmánynak ez a könnyű módosíthatósága, hogy egyszeri kéttermanddal egy másodperc alatt az egészet ki lehet dobni az ablakon a nevével, a szerkezetével együtt. Ez egy veszélyforrás volt, és ez látszott ez a veszély. És ugye bocsánat kérek, hát ugye nyilván nem saját magunkról beszélünk itt most ebben a beszélgetésben, de hát azért voltak köztünk olyanok, nem, de akik már erre figyelmeztettek. Hát engedemet kérve. Ugye, gyakorlatilag folyamatosan. Én ahogy emlékszem, az egész életművel másról sem szólt. Igen, azt akartam mondani, hogy beszéltem arról, hogy ez így nem lesz jó, és végül is tényleg nem lett jó. De az furcsa egyébként, hogy ők ezt elhajtották, mint egy abszurdumot, tehát hogy ez nem történhet meg, vagy egyszerűen csak azt gondolták, hogy ők annyira okosak, hogy itt most a Szentpéteri Nagyrend akármit mond is, hát de ők pátult ezen már rég túl, vagy déjà vu, nekünk már minden. Igen, hát volt egy illúzió az intézményekben, volt egy illúzió mondjuk így a demokráciák, demokraták általi irányíthatóságában, azt gondolták, hogy hát ugye demokrat válunk előbb-utóbb, és akkor hogy nem teszünk rosszakat, ugye? Tehát nem azzal foglalkoztak, hogy megkössék az esetleg nem kellően demokraták kezét, hanem inkább azt gondolták, hogy a neveléssel, a korszellem átvételével, ugye majd jobbákkal válunk, és akkor tulajdonképpen. Ez valóban probléma volt, hiszen csak azzal kellett volna foglalkozni, hogy az alkotmányt
nehezebben lehessen módosítani. Csak az kellett volna egy rendes alkotmány, de ez a rendes alkotmány sem nagyon született meg. Ez nem készült el végül is. Végül is nem készült el, végül is az összes közép- és kelet-európai ország mind megcsinálta a 90-es évek legvégére, végül is mindenki megcsinálta, amíg Albánia, sőt Lengyelország is 97-re megoldotta az alkotmányozás problémáját, jó-rosszul, de egy új szöveget hozott létre, és azt valamiképpen bebetonozta, úgy értem, stabilizálta, és ezzel... Igen, mert hogy így hivatkozási alap maradhatott az, hogy ez, hát ez végül is ugye a létező szocializmus alkotmányának egy toldozott, foldozott változata, holott ugye a funkcióját ellátta. Tehát, a funkcióját ellátta, de azt kell mondanunk, hogy azért jó sok probléma volt vele, rengeteg hazugságot tartalmazott, pontatlanságot tartalmazott, a szemlélete sem volt a legjobb, a szerkezetéről már nem is beszélve, a fejezetek sorrendje sem volt a legjobb, és így tovább. Egy csomó probléma volt vele, alapjogi tekintetben nem volt gond vele, mert valóban hozzányúltak kellően ahhoz, hogy védje az alapjogokat, de az intézményrendszer, különösen a parlamentarizmus intézményrendszere tekintetében kifejezetten rosszul sikerült szöveggel álltunk szembe, de valamiképpen az az illúzió volt 20 éven át, hogy hát Kiforja magát, a közönség elfogadta. Tehát nem volt egy munkacsoport, akinek folyamatosan csak ez lett volna a dolga, hogy ezen dolgozzon? Időnként fölmerült ez a probléma, természetesen volt egy munkacsoport az igazságügyminisztériumon belül, több éven át, aztán megint. Hát ez a legrosszabb. Tehát persze, volt még szövegezés, és konkrét normaszöveg tervezetek is születtek, ilyen-olyan színvonalúak, de minden esetre ötletes dolgok is voltak. Sőt, Macovágd is egy komplett alkotmányt írt, ez nekem meg volt, emlékszem. De nem csak ő, hát azért jó néhányan, hát én nem jó néhány joghallgató is képes végtere is egy alkotmányszöveget írni, elővesz három másikat a világból, meg egyet a múltból, és akkor tulajdonképpen egy negyediket meg tud csinálni, vagy ötödiket. Úgyhogy ez nem az a érdekes, hogy mennyire fogadja el a közönség, és a föltételezés az volt, én ezt nem osztottam, hogy a közönség a 20 év alatt elfogadta, hogy a helyzet ilyen, tehát az idő legitimálta ezt a 89-es alkotmányszöveget, amely voltak éppen a 49-es módosítása, hogy miért a 49-es módosítása, és miért nem egy kompletten új szöveg. Ehhez magyarnak kellett születni. Igen, ahhoz, igen, mert ezt tényleg nehéz elmagyarázni, hogy olyan, hát lehet kicsit lusták voltak, vagy nem tudom. Ez mondjuk egy óriási tévedés lehetett, hogy a magyar nép az így foglalkozott ezzel egy pillanatig is, vagy hogy ez fölmerült benne ez a lehetőség, hogy most visszanyúlnia kéne ez az alkotmányhoz. Persze, az alkotmányszöveggel nem foglalkozott, ja. De azzal igen, hogy itt kialakult egy rendszer, a demokráciának hívták ezt a politikai rendszert, sőt, még alkotmányos demokráciának is lehetett nevezni, és ezt így többé-kevésbé elfogadta a közönség, végül valami ilyesmit gondolt 89-90-ben, hogy ilyen lesz. Hát, döcög... A nagy közönségnek az a része, akivel én találkoztam, az nem teljesen így volt, hanem az nem, az várta még mindig, hogy, tehát, hogy vigyék el már a szemetet, de mondták, hogy nem fogják el, hogy neked kell elvinned. És akkor mondta, hogy de hogy, hát a tanács az, ami lett. Meg hogy tehát várta felülről azért azokat az impulzusokat, ami ez alapján... Ez igaz, de aztán beleszokott az új rendszerbe, igen, az nyugodtan. Igen, sőt, azt veszük észre, hogy a Fidesz ugye a 2000-es évek elején, 2005-6-7, stb. Inkább delegitimálta, arra igyekezett, hogy delegitimálja a berendezkedést, hogy aztán az új korszak nyitányaként majd egy új alkotmányt hozzon, amiről nem beszélt ugyan, de világossá tette, hogy ez a rendszer, amiben korábban jöttünk, ez nem jó, ugye a zavaros két évtized, ahogyan a Orbán Viktor akkor még nem miniszterelnökként, csak kijelölt miniszterelnökként a 10-es országgyűlés alakulülésen mondta. Valóban, tehát az a korszak zavaros volt, és ezért egy új korszaknak kellett kezdődnie. Más kérdés, hogy azok indították az új korszakot, akik éppen hatalomba kerültek. Mit ad Isten? De hogy pont ezzel gondolkoztam a Fidesz esetében, hogy ugye nagyjából a 2002-es bukások után ők, tehát két elképzelés van ugye az emberekben, az egyik az, hogy egy szédületes mesterterv mellett halad az egész Fidesz, és főleg Orbán Viktor, aminek lépésről lépésre valósítja meg a tételeit, a másik pedig az, hogy improvizál, és néha szerencséje van, de hogy közben ez az időszak, ez tényleg azzal telhetett szerintem 2002 és 2010 között, hogy ezt az első átmeneti szakaszt, ezt lepapírozzák, vagy ez jogilag, ez így menjen, gyorsan át, tehát ezt tényleg meg volt tervezve rendesen. Igen, egyértelműen olyannyira, hogy volt is munkacsoport, tudtunkkal is, amelyik foglalkozott ugyan a kormányzati berendezkedéssel, vagy ugye a kormány struktúrával, és itt tovább köztünk szóval nem sok sikerrel, mert végülis nem az valósult meg, amit gondol, de emellett, furcsa módon, már akkor is, tehát ellenzékből is gondoskodott erről a későbbi hatalom, egy párhuzamos struktúrában, igen, ugye készültek tervek, és azok valóban megvalósultak, vagy ezek egy része megvalósult. Hozzáteszem, hogy ezek is radikalizálódtak ezek a tervek, szóval igen, ami jó volt 2011-ben, az már kevés volt nekik 2012-ben és 2013-on is itt van, sőt még az embereket is bizonyos fokig cserélgették, tehát egyre inkább mentünk bele a rendszer,
be, és jelzem, a mai napon, ma reggel ugyanúgy mondhatjuk, hogy még most is befele megyünk a rendszerbe. Igen, azt éppen tapasztalom, most a lengyel haknia ugye most egészen erőteljes lett Orbán Viktornak, de most már nem látok tervet. Tehát igazából nem hiszem, hogy 3 lépéssel előre tudják, hogy mi fog következni. Ugye egyfajta zsákutca azért van tényleg, tehát ugye, hogy megyünk befelé, tulajdonképpen az irányt megszabja, ugye általában a hibrid rendszereknek ez a szokásuk, hogy nem mennek oda-vissza, hanem egy irányba mennek, és azért a vég célt is láthatjuk, hogy hova vezet ez az út, ha csak meg nem akadályozzuk. Egyelőre még nincs túl sok esély megakadályozni. Valóban így van, tehát egyfajta determinizmus van. Elindultunk az úton, a rendszer ugye elindult az úton, és egyfele megy. Azért bizonyos tervek azért léteznek, hadd mondjam. Hogy több terv is létezik, párhuzamosan azt veszem. De ez, ugye ez a börtönben azért kell sziszegéssel indítani a vitát mindig, tehát, mert akkor nem lehet fokozni. Ha ordítva kezdi el az ember, akkor nem tudja fokozni, kész. Azonnal pofán kell csapni. És hogyha ez a fokozás, ez rendkívül és ez jelentően. Iszonyú fontos, de viszont most már ott tartanak, hogy akkorákat kell mondani mostanában már, hogy az azért már ott egy kicsit azért néz az ember. Ez ellenzékben is bajuk volt, ugye, igen. Mert annyira szitták a korábbi rendszert, hogy már nem lehetett fokozni, igen, ugye, nem. De szerencsére 2016 hatalomra kerültek, és akkor már újból elindult valóban. Hát vannak olyan jelzők, amiket már nem lehet használni, mert már használtuk. Az áruló például egy klasszikus ami az úgy emlékszem, azért kamaszkoromban hazáruló szó hallatán azért volt egy ilyen, tehát ugye annak éreztem a súlyát. Most pedig hát minden hétköznapra jutsz. Hát most már én is az vagyok, mert megtudtam, én is az vagyok, hogy azóta egy nem. És még örülhetsz neki, hogy vidám. Pedig. Még egy enyhe kifejezés. De hogy több tervre nézik párhuzamosan, és ugye Orbánnak a zsenialitása pont abban rejlik, hogy ezeket a terveket hozó embereket rakosgatja ide-oda is. Hát van kiket rakosgatni, mert százával vannak ezek az emberek, sőt fiatal embereket is bevesz, ugye valóban fiatal kollégák, akik akár az üzleti vagy a társadalmi élet más területén boldogulhatnának. Bár valaki, aki volt benne a rendszerben, azt mondja, hogy ilyen minisztériumok, vagy osztályvezető környékén is az alatt ott tök normális szakemberek vannak. Ilyen is van, és más tapasztalatok is sajnos vannak, azt kell mondanom. Hallottam már mást is, vagy láttam már mást is. A minisztérium válogatja szerintem, igen, de hogy ez persze, hogy jönnek a fiatalok, hisz az érvényesülésnek azért végre helyreállt a rend, és igen, akit a politikai irányvonalhoz hű és lojális, az érvényesül. Tehát igen, végül is túl sokat nem is kell tenni érte. Látom az arcokat, igen, azért lássuk be, hogy az a teljesítmény és Rogán Antal egy mondatba szerepedett, és azért viszonylag nehezen megoldható. Természetesen vannak érdemei, én azt nem állítom, hogy nincsenek, csak úgy nem biztos, hogy ezek a kiválasztási elvek ugye tehát nem tudom, hogy a lojalitáson kívül mit tartalmaznak. Hát semmit, természetesen igen, semmit. Lojalitás ráadásul az egy enyhe kifejezés. Tehát igen, próbáltam én is ezt kifejezést, de hogy a hűség. De nem könnyű lojálisnak lenni egyébként ilyen helyzetben, de látjuk, hogy amikor így mondjuk a Lázár vagy a Pokorninál, hogy egyszerűen nem bírnak, inkább így leszegett fejek itt arrébb mennek, de ez már nem lehet lojalitás. De hát hiszen ez nagyon beszédes, ez nagyon jellemző, ez az ő némasságuk nagyon igen. Is beszédes. Hát hiszen éppen azt látjuk, hogy akik látszólag, és ugye az ellenzéki sajtó ezt mindig ki is emeli, kiesni látszanak a pixisből, azok is végtelen ott vannak. Mert igazából senki nem esik. Tulajdonképpen senki sem esik. Bár állítólag most a Simonka ügyben valaki kis halról van szó, kis halról. Igen, csak úgy értem, hogy ott elkaptak valakit, aki elkezdett beszélni, és egyáltalán így került a Simonka bele az egész történetbe, hogy ott egy kis halat elkaptak, aki, mert eddig azért azt vettem észre, hogy döbbenetesen zárt rendszer. Igen, igen. Egyelőre az az érdekük, hogy ne beszéljenek. Az utolsó pillanat, ugye az élet és irodalomban meg nem volt taggyűlés történet, igen, volt, igen. Akkor egyszer volt egy Robert, és onnantól kezdve valahogy nagyon jól lezárták ezeket a réseket, ami számomra elképzelhetetlen, a Yakuzánál láttam utoljára ilyet, ugye, hogy volt egy csodálatos dokumentumfilm, hogy idős, hát egyébként idős halásznak kinéző úriember ült a faluban egy ilyen ház előtt, és hogy a riporter azt kérdezte tőle, mint kiderült Yakuza vezértől, hogy a Yakuzában nincs ilyen, hogy ott elfognak valakit, és azt mondja, hát ki bírná elviselni akkor a terhet, hogy megölnénk a családját, a barátait, az osztálytársait, és mindenkit, akit ismert. Ez 200-300 halott. Ki vesz a hátára ilyen terhet, mondta vezér, de itt biztos nem erről van szó. Természetesen nem szeretném összehasonlítani a Yakuzákkal, de hogy érdekes módon ez megszűnt, és innentől kezdve valóban azt mondom, hogy tehát egy biztonsági játék van. Főleg, igen, ez kell az ellenzék minősége, de az ellenzék minősége, és ráadásul az ellenzék megvétele, az ellenzéknek egy rész
részében azért ott vannak az embereik, igen, természetesen, méghozzá nagyon is jól járnak vele. De valóban így van, tehát egymást vádolni nem érdemes egyelőre, ugye? Mert hiszen akkor a vád saját... És mindenki reménykedik, hogy majd szorul a hurok, és akkor elkezdik, de nem fogják olyan gyorsan. Igen, ez nagyon különös, nem? De sokan beszélnek arról, különösen ellenzéki körökben, hogy annak idején az egykori rendszerek is valamiképpen így dőltek meg. Hát igen, így, vagy nem csak így, minden esetre. Az egykori rendszer, ugye tehát a Kádár rendszernek ugye az volt a sajátossága, hogy egyrészt nem rajtunk múlik, ugye, most ez van, de majd, ha a Szovjetunió majd kimegy, akar, de nem mi csináljuk, ugye. Másfelől az volt az érzésünk, benyomásunk, impressziónk, hogy ez még sokáig fog tartani, nem, de egyszer majd biztos végre, de most még sokáig. 87-ben én még azt nem, nem, azt nem, láttam, hogy még senki sem, igen. Látta az ember, hogy recseg ropog, ugye, de azt láttam. De azt gondoltuk, hogy akkor majd a Gorbacsov féle reformokkal egyben tartják, és akkor kicsit szolidabban, egy ilyen jugoszláv forma, vagy nem tudom. Tehát minden esetre azt gondoltuk, hogy sokáig fog tartani, és különben sem rajtunk múlik. Most azonban mindig azt halljuk, hogy ez a rendszer, amiben most élünk, már nem fog sokáig tartani, nem sokára végre, ez hát egyelőre nem lett vége, ugye? Igen. Ráadásul rajtunk múlik, hiszen mindjárt majd ledöntjük, és akkor majd... Hát vagy Angela Merkel majd, hát igen, megoldja ezt a dolgot. Szentpéteri Nagy Riárda vendégünk a reggeli szemében, rá fogunk térni arra is, hogy hogy lehet megoldani a helyzetet egy fényes, fantasztikus, de nem kétharmados győzelem után, de most jöjjenek a hírek. Jó reggelt kívánok, ezzel megosztom önökkel is ezt a dolgot. Nem, ezt el kell, hogy mondjam önöknek. A Keresztény Vértanúk napja alkalmából a vasárnap.hu című újság a keresztény vértanúkra emlékezett meg, és találtak is egy csodálatos képet, amire felírták, hogy keresztény vértanúk napja. Gyönyörű lángoló kereszt volt, aztán csak nem vették észre azt a kis fehér kámzsában áldogáló alakot. Fölraktak simán egy kukluxkalos képet az oldalukra. Gyorsan levették, valószínűleg valaki szólt nekik, hogy ez nem a keresztény mártírokról szól, de addigra már az Alfa Hír kiszúrta, úgyhogy ott megtekintető. Mennyi ilyen hiba van? Lángoló kereszt és a kukluxkal. Istenem, de gyönyörű is ez, amikor így a katolicizmus összeír a másik véglettel. Na, de nem azért vagyunk itt, hanem Szentpéteri Nagy Riárda, egyrészt azért, hogy megoldjuk, tehát most már végre hallgassanak ránk, ugye, a jövőben, tehát most már az eddig, tehát oké, megértjük, de ezt elszúrták. Úgyhogy mostantól figyeljenek. Másik pedig az, hogy ugye rendkívül, hát elindult a brainstorming, tehát próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, azt gondolom, hogy talán nem teljesen kizárt az ellenzéki győzelem a választáson, és hát valóban akkor fel kell rá készülni, tehát nincs mese, és tényleg a legnagyobb hátráltatója bármiféle kivontakozásnak, ugye az akár is nézzük az alaptörvény, illetve hát az intézmények teljes megsemmisítése, illetve a gyűlölet. Hát nem, a következő négy dolgot kaptuk a rómaiaktól, de mindegy, de van néhány dolog, amihez hozzá kell. Én nem tudom, mit csinálnék először, tehát ez pokol lenne most. Ha én nem akarok most kormányra kerülni, én kivárnék most. De természetesen nagyon helyes, hogy ők megpróbálják, de hogy mihez kezdenek, azt nem tudom. Viszont mindannyian ötleteltek, ugye, tehát a Flex Zoltán, a Vörös Imre, ami talán a leglényegesebbet, a Vörös Imre mondta, hogy emlékszem, de Bárándi Péter is, hogy hát tulajdonképpen egy olyan helyzet van, amikor. Tehát kimondva vagy kimondatlanul az történik, hogy nem teljesen jogi eszközökkel lehet egy nem teljesen jogi helyzetet felszámolni, hogy ez ilyenkor megengedett, mert egyébként elkönyöltünk. Ezt hogy látod, hogy ezeket az elméleteket, amik itt felmerültek? Én engedelmed, én úgy látom, ha szabad mondanom, hogy nem tartom szerencsésnek, hogy ezt valamiféle jogon túli eszközöknek nevezzük. Ez, nem, aznak semmiképpen. Vagy ez nem jogszerű. Hanem ez is egy elképzelés. Vannak apróságok, ahol itt-ott azért lehetne még finomítani köztünk szóval. Uh-huh. De ugye itt nem arról van szó, hogy ki lép a jogból, és egyszer csak egy jogellenes... Nyilván, azt szocialista forradalomnak hívják, igen. Igen, elveszünk a gazdagok pénzét, és odaadjuk a szegényeknek. Igen, tehát nem egy forradalmi megoldáson gondolkodnak ezek a kitűnő kollégák, hanem nagyon helyesen is indokoltan, hiszen a helyzet ugye előállhatik, nem, de olyasfajta radikális elképzelésekkel jönnek, amelyek még mindig a jogon belül vannak. Más kérdés, hogy egy új jogszerűséget is megalapoznak, de azt nem lehet mondani, és ez itt ebben kritizálnám a kritikákat, hogy itt kilépnének a jogkeretei közül, szó sincs erről. Itt egy bátor gondolkodás kezdődött. Ez abszolút a jogi rendszeren belüli húzások, még csak azt sem mondhatjuk, hogy civil ellenállás, vagy esetleg egyfajta tudatos ilyen
jognak a figyelemben nem vétele. Tényleg ez benne van a kereteken, sőt, ugye, hát ahogy a Vörös indokolta is, ez gyakorlatilag kötelessége is. Ugye az Alkotmánybíróság mivel nem látja a feladatát, ezért innentől kezdve ez egy ilyen kényszerhelyzet. Igen, itt minden ponton lehet persze valamit mondani, természetesen nem kell itt nekünk okoskodni, hát mások is megteszik ezeket, de történetesen az a fölfogás, mely szerint itt az országgyűlés hozta volna létre az Alkotmánybíróságot, és bízta volna meg egy feladattal, amelyet láthatóan nem lát el, és ezért az országgyűlés visszaveszi a kompetenciát. Ez mondjuk egyfajta fölfogás. Történetesen másfajta fölfogás is létezik, talán megemlíthetnék egyet, ugye, mely szerint nem az országgyűlés hozta létre az Alkotmánybíróságot, hanem az alkotmány hozta létre az Alkotmánybíróságot, sőt, ha már itt tartunk, magát az országgyűlést is az alkotmány hozza létre, teoretice, nem, de az alkotmányt jobb országokban, úgy értem szerencsésebb országokban, mondjuk a Marson, nem az országgyűlés hozza létre, hanem a nép, ha úgy tetszik, valamilyen néprészvétellel, hosszú lenne elmondani, hogy milyen részvételek vannak. Tehát minden esetre nem úgy van, hogy a nép létrehozza az országgyűlés pedig létrehozza az alkotmánybíróságot, hanem, hogy ne bonyolítsuk túl, a nép létrehozza az alkotmányt, és az alkotmány hozza létre az országgyűlést is, és az alkotmánybíróságot is. Így aztán tulajdonképpen az országgyűlés ezen az alapon nem veti vissza az Alkotmánybíróságtól azt, amit az Alkotmánybíróság nem old meg. Tehát apróságokban tehát lehet másfajta koncepciókat is a kérdésekkel szembeállítani. De alapvetően az, hogy lehet kezdeni egy új helyzetben valamit azzal az átkozott helyzettel, amibe kerültünk, hogy itt tehát a kizárólagos hatalom gyakorlásnak nem csak a kísérlete vagy az rávaló törekvése történik, hanem a megvalósulás történt évekkel ezelőtt már, és ezt az Alkotmánybíróság nem mondta ki, holott lehetősége lett volna kimondani. Ezzel valóban kell valamit kezdeni, és nagyon is üdvözlendő, hogy erre a nem könnyű kérdésre különböző radikális vagy kevésbé radikális válaszok, megoldások születnek, és ezeket illő méltó módon megvitatni és kezelni, hogy előbb-utóbb kikristálysodjék egy jó megoldás. Nem biztos, hogy a közönség, vagyis a szélesebb nagy közönség előtt kell ezeket a vitákat lefolytatni, de hogy le kell folytatni, az egészen bizonyos. Olyannyira, hogy ezeket ennek a vitáknak talán még intézményes kereteket is érdemes lenne. Ahogy ismerem Orbán Viktort, egy esetleges vereség esetén és egy új alkotmányozási folyamat megkezdése esetén, ő azt, hogy ki fog vonulni ebből, hogy elmondhassa, hogy ezt az akarata ellenére, hogy lehet bevonni ebbe a fideszes vagy csak elég a fideszes választókat bevonni ebbe a folyamatba? Hát erre nézve tényleg annyiféle elképzelés van, hogy hát mindet ismertetlen nem is lehet. Igen, csak muszáj lenne, talán valahogy azt kellene megértenünk, nem, de hogy egyfelől van egy jövendő alkotmányozásnak egy elképzelése, amelynek a végterméke valaha néhány év múlva megszülethetik. Másfelől van előttünk egy alaptörvény, amivel kezdeni kellene valamit már mindjárt az első vagy a nulladik napon, amikor ugye a politikai lehetőség megteremtődik, amelynek hát ugye, hogy jelezted, vannak esélyei, ugye hát majd meglátjuk. És ez egyfajta kettős alkotmányozás koncepcióját vetíti előre, nem? De tehát a te kérdésedre is ugye két válasz van, mint hogy a legtöbb kérdés. Egyfelől a prompt, azonnali lehetőségek számbavétele, másfelől pedig a hosszú távú alkotmányozásnak a különböző koncepcióinak a kidolgozása. A hosszú távú alkotmányozás, ez rendkívül szimpatikus dolog. Mindannyian tudjuk, hogy erről is olvastam különböző lefutásokat, de de a másik dolog, ami persze ezzel talán egyenértik, a védelem. Tehát hogyan tudjuk a következő alkotmányt megvédeni? Hát először is akkor érdemes megvédeni, hogyha valóban konszenzusra születik. Tehát itt ennek a második útnak, tehát a hosszú távú nagy alkotmányozásnak az útjába természetesen nem csak, hogy a Fidesz szavazók, hanem akceptálható Fidesz politikusok is. És a legközelebbi feltűnő új politikusok és irányzatok is már bevonódhatnak. Úgy van, tehát itt, és ez de talán nem kizárt, hogy 15 év múlva egy echte náci párt feltűnik, és ez meg akarja majd változtatni megint az alkotmányt. Tehát is jó, hát aki az alkotmányos demokráciában nem hisz, azon nehéz egy alkotmányt összehozni, nem? De tehát azért érdemes, hogy ne tudjon belepiszkálni, azt azért meg lehet csinálni. Igen, érdemes lenne tehát valóban bebetolozni, vagy bebiztosítani, vagy garanciákkal megerősíteni azt az új alkotmányszöveget. Csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy először szükség van egy új alkotmányszövegre, és azt valóban érdemesnek kell tartani már megvédeni, és ugye nyilvánvalóan ez a kétharmados szabály, hogy tehát az országgyűlési képviselők összességének a kétharmadával bármit meg lehet tenni az alkotmánnyal, ez nyilvánvalóan tartatatlan lesz egy olyan új helyzetben,
amikor már van egy új alkotmányszöveg, amelyet a közönség magáinak érez, sőt, horribile dictu, még akár büszke is lehet rá. Egy ilyen alkotmányszöveg, amit hát egy ilyen alkotmányszöveg egyértelműen elképzelhető, nem illúzió tehát, hogy azokat a minimumokat tegyük be a szövegbe, amelyet mindenki, szinte hangsúlyoznám még egyszer, hogy mindenki képes osztani, magáénak vallani. Ez nem illúzió, láttunk az elmúlt 220 évben jó néhány példát arra, hogy ilyen alkotmányozás elképzelhető, ez létezhetik. Egy nagy trauma, egy külső trauma után esetleg vannak olyan pillanatai egy népnek, amikor úgy tűnik, mintha egységes lenne, mint a akarata lenne. Valóban. De ha egy belső konfliktus után, az szerintem hát, évtizedekig Így van. De akkor az évtizedekig tarthatik a dolgot. Ja, értem. Tehát nincs határidő, ezt meg kell, most meg kell igen. csinálni azt, hogy ezt batyábarázni, és közben a folyamatot nem szabad sietetni ilyen szóval. Nem szabad sietetni, ugyanakkor bizonyos határidőket bizonyos intézményeknek szabni kell. Tehát történetesen, ha mondjuk egy a magyar közjogban semmi hagyománya nem rendelkező, de ettől még bevezethető alkotmányozó nemzetgyűlés féleség jön létre, majd valamikor az országgyűléssel párhuzamosan persze választott testületként esítve, akkor annak mondjuk egy kötött mandátummal kell, hogy legyen, tehát adott napig kellene elkészíteni a szöveget, tehát nem lehet a végtelenségig húzni. De még azzal a szöveggel is sok mindent lehet csinálni, hogy adott esetben még a népszabadásra is lehet vinni. Tehát az alkotmányozás eltarthat valóban. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy ahogy te is említetted, bizonyos traumák, esetleg államszületés vagy forradalom után, nem abban a pillanatban, hanem néhány év múlva a konszolidáció elején szoktak születni igazából az alkotmányok. Igen, igen, de a konszolidáció hozza majd utána. Úgy van, de vannak olyan alkotmányok is, amelyek nem is születtek, ugye? Vannak olyanok is, amelyek egy meglévő alkotmány reformjaként indultak el, és akár 10-20 éven át tartóan is csiszolódtak a megoldások, és végül aztán megszülettek. Ott is valamiféle határidő volt. Ezek a határidők ilyen szimbolikusak. Mondjuk a finn vagy a svájci és a esetében az ezredforduló volt az, ameddig meg kellett csinálni, és az jól hangzik, hogy valami 2000. évi, és nem pedig... Ugye ebből a szempontból számomra az amerikai az egyik szimpatikus, hát, annak nem véletlenül. Kialakul. Hát igen, mert az működőképesnek hát tűnik. Az bevált egyelőre. És érdekes módon a déliek és az északiek egyaránt megfelelően találják. Igen, igen. Kevés időt eltelt, még csak 201 néhány év, de azért éreznek benne apró problémákat délen, azért egy kicsit talán túl liberálisnak tartják nyilvánvaló okokból, de hogy ez működőképesnek, de ott meg azt gondolom, hogy azért, mert ott annyira megosztott volt a társadalom, tehát retten, nem csak emiatt észak-dél megőzé, hanem ott aztán teljesen tényleg, hát ott voltak holland protestánsok, meg voltak előzék, tehát benszülöttek, és minden volt ott, tehát hogy ez egy ilyen kegyelmi pillanat lesz, hogy amikor tényleg valami összeáll, amerikaivá, nem tudom, ez még bezáródott ez a folyamat, de még folyamatos. Valóban nagyon megosztott, szinte atomizáltás nem volt, de azért mégis az alkotmányszöveg integrálta a társadalmat. De azt szerintem az valami egyéni csúcs teljesítmény lehet. Igen, ott az volt, hogy zseni leült, és hát, de ezt nem szabad kivárni, hiszen hát. Tudjuk, hogy lesz egy ilyen alkotmányalkotó zsenink. Akkor viszont az a megoldás, hogy két egymást követő parlamentnek kell, nem tudom, x hát, arányba. Ez legalább egy megoldás, ez valami. Igen, ugye, hát azért, bocsánat, kérek, az alaptörvény nem is született. Ugye, csak jelzem, hogy a 2010-ben megválasztott országgyűlés képviselői, mind a 386-on, akkor még esküdtettek az alkotmányra, és ezzel szemben hoztak egy újat, és ez csak az lett az alkotmány. Igen, tehát, hogy bocsánat, kérek, ez azért így mondjuk furcsa, és a legtöbb alkotmányjogász ezen átsiklik, holott ez egy probléma végtere is, ugye mire való akkor az eskü. Ugye csak azt mondhatjuk, hogy valóban, ha két egymás követő parlament nyúl hozzá, identikálisan, ugyanaz a szöveghez, ugyanazzal a többséggel, és itt az mégis valami, nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb megoldása, de minden esetre valami már elmozdulás attól, ami most van, mert ez tényleg tarthatatlan. Igen, hogy egy hókiütővel bele lehet piszkálni messziről, de hogy persze ezt csinálják is, tehát eléggé sokadik módosításnál tartunk. Mi az, amit ebbe azonnal változtatni kéne? Tehát a másik folyamat az mivel ez is egy nagy kérdés, hát vita folyik erről. Van, aki azt mondja, hogy az ideológiai elemeket is érdemes kivenni belőle. Van, aki azt mondja, hogy nem kell foglalkozni most az ideológiai elemekkel, inkább azokat kell kigyomlálni, amelyek a jogállamiság további működését teszik lehetetlené. Igen, engem nem zavar Isten ugye, az alkotmányban. Miért zavarna? Azért, mert ateista hát, vagyok, de egyetem zavar benne. Én hívő vagyok, és éppen ezért kezd egy kicsit zavarni. Már csak azért is, mert hogy igen, hívőket jobban zavarja. Hát, most akkor így pontosan. Tehát ez nem egy keresztény szöveg, hanem egy álkeresztény szöveg, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a kritikák nagy része arra vonatkozik, hogy ez egyfajta ideológiát képvisel, és nem hogy teret más ideológiáknak. Én nem így látom.
Én úgy látom, hogy ezt az ideológiát, azt az egyetemét képviselni hivatott lett volna, ezt éppenséggel kihasználja a bohóc sipkáként. Ezért jó, hogy nincs benne a másik, amit szintén képviselőként, egyébként ez nagyon érdekes, hogy van ez a típus, akinek így, tehát van ez a típus, akinek mindenek aranyjá változik a kezében, és van ennek a fordítottja, amit most látunk éppen, igen, hogy valahogy, ahogy a hazárulásról beszéltünk, ugyanúgy bántak el Jézussal, ugyanúgy bántak el az egész keresztény világgal gyakorlatilag. Nyilván nehezebb ezért elbánni ezzel, csak úgy értem, hogy azért, ha le lehetne járatni, akkor sikerült volna, és tényleg gyakorlatilag mindennek, a vadászattól kezdve az alkotmányozásig, ez valahogy egyszerűen, ez egy szuper képesség, hogy bármihez nyúlnak a polgár szóval, Istenem, nem lehet már polgár sőbe senki. Hát azért, mert egy pillanatig sem volt őszinte, hát azért bocsánat kérek. Azért biztos volt valami őszinte, amit őszinte hát mondtam, a hívek körében igen, de akik kitalálták, azok nem, most konkrétan mondjuk Orbán Viktoron gondolkozom, hogy mondjuk a foci, arról biztos őszintén, arról a saját gondolatait mondta, és őszintén is azt gondolja. Ez tökéletesen igaz volt egészen a mostani pillanatig, mert ugye Münchenben mégsem ment el, tehát azért a foci mégsem volt akkor annyira fontos, mert akkor még akadt valami fontos a dolog. Nem értem, hogy miért nem. Igen, ezt nehéz lesz megmagyarázni, szerencsére nem a mi dolgunk megmagyarázni. Igen, de nem értem olyan atrocitás szerintem. Én úgy gondolom, hogy a híveinek egy részében ez minden esetre kérdőjeleket azért fel. Hát hogy ne? Hát ez egy magyar labdarúgás. Nem tudhatta előre, hogy ez egy ekkora napja lesz a labdarúgásnak, de hát bizony ez most így ott marad örökre, és ehelyett egy posztfasiszta pártocska tök ismeretlen vezetőjével. Hát talált valakit, akivel agybét tudott. Ráadásul szerintem úgy zajlott az a megbeszélés is, hogy hallom, csinálsz egy ilyen összefogást, lehetek én a vezetője? Nem. Igen, a hölgy, és akkor eljött. Igen, ez gyors beszélgetés lehetett, ehhez képest nem kellett volna vacsorázni. Mindenesetre ez azt a cél szolgálta, hogy ne legyen ott az illető, ahol lennie kellett volna. Igen, csak az nem. Tehát a mérlegelt szerintem volt rá egy napja legalább, hogy biztos végig gondolni ezt a dolgot, és nem értem a döntését. Tehát magával szemben nem értem igen, a döntését. Gyors döntést kellett hozni, és lehet, hogy nem volt szerencsés a döntés. Szerintem ott valami mellé ment, mert ezt végig gondolva nem, de nem is őkrétel. Igen, nekünk mindegy is, de a nagyon közvetlen és nagyon ájult hívei azért helyesen teszik, hogyha ezen a ponton elgondolkodnak. Hát, majd megteszik. És ez, hogy miért lett a fekete a magyar szurkolók egyenruhája, azt is majd magyarázza nekem valaki, mert az egy számomra egy kicsit olyan furcsa volt, hogy ilyen... Igen, és ez már jó ideje, így van, hogy a megelőző EB-n is ugye ezt tapasztaltuk. Igen, ez fölállt lassan fölállt, mégis megerősödött ez a tömb. Azt hiszem, az a Fradi tábornál, a billongásoknál kezdődött ott egy ilyen fajta kikristályosodás, de furcsa, főleg az a furcsa, hogy ennek az akár a gyakorlati homofóbiájával vagy rasszizmusával azonosul és azonnal mellé áll a miniszterelnök. Ki irányít ki? A B-közép irányítja már a miniszterelnökünket? Nem tudom. Hát igen, valami ilyesmit azért nem mondunk, de vannak jelek arra utalóan, hogy ez más országokban is megtörtént. Emlékeztessünk a Putyin rendszerére. Putyin ugyancsak jobban van a radikális sportszurkolókkal, nem csak futball, hanem más sport. Igen, ott is jár ez fönnál. És másot is tapasztaljuk az egész régmúltból is azt láthatjuk, hogy bizonyos politikai vezetőknek, hogy most finoman így mondjuk, van érdeke abban, hogy jóval legyen a ez radikális egyébként, hogy mikor jön el, tehát mennyire kell legyengülni egy politikai vezetőnek ahhoz, hogy ezekben a szürke farkasok, vagy hogy hívják a Putyin motorosait, hogy itt keressen magán, ide meneküljön a biztonságban. Nem biztos, hogy legyengülésnek nevezném, hiszen ezekkel való jó kapcsolat kialakítása már akkor megtörténik, még mielőtt tulajdonképpen hatalomra kerül az illető, tehát itt inkább párhuzamosan mennek az események. Mert azt mondta, hogyha van az embernek egy ilyen stabil, hatalmas középbázisa, akkor semmi szüksége nincs. De bocsánat, ártani nem árt, hogyha azért a radikálisok is támogatják az embert, tehát azt kell mondanom, annyiból ártat, hogy a középről többen mehetnek el, mint ahányan onnan jönnek a szélről. Ez valóban érdekes, ez megint holnap reggelig lehetne mondani. Igen. Tehát milyen különös nem, de hogy vannak olyan politikai vezetők, akik a középpel már nem is törődnek, mert bőven elég nekik, hogyha a középtől jobbra lévőket mind tudják mozgosítani, és a középen lévőket pedig otthon tudják tartani. Ez az ellenzék szétzírálásával ez tulajdonképpen elérhető. Illetve volt, a választási rendszernek azért elég erős átalakításával. És mi várható egy, mert hogy a körzeteknél muszáj még valamit szabni, ha jól tudom. Igen, nem úgy értem, hogy akkor bele lehet tenni egy csomó salátát, tehát ezt, ha kivárják a megfelelő utolsó pillanatot, hogy ne legyen már semmi reakció ideje az ellenzéknek, és ugye körzethatárokat át kell egyébként is alakítani, akkor de még beledobni egy csomó dolgot. Ez így van, tehát valóban a sötétben tapogatózunk, valamilyen dologra készülünk, ami lehet, hogy nem is olyan lesz, mire oda jutunk.
Hát illetve elmaradhat az egész, mert hogy a negyedik hullám jön, és akkor mindenkinek borzasztóan rossz lesz, és akkor nagyjából azt mondják, hogy akkor most így mostani arányokat feltartanak. Az úgynevezett előválasztásokat az lehet, hogy érintheti. Most egyelőre még azért bizakodjunk abban, hogy a választásról. Nekem kritikus véleményem van, már a több alkalommal tudtam hangsúlyozni. Az ötlettől is? Még az ötlettől is. Na várj, ez miért? Az érdekel. Nekem tetszett az ötlet, mert azt gondolom, hogy megmutatkoznak, gyakorolják is, demokratikus gyakorlat, az emberek megismerik a jelölteket, érzelmeket alakítanak ki velük, az én jelöltem, igen, és akkor utána már könnyebben, biztosabban elmennek szavazni. Igen, de most már nem ezt mondod, hogy ez még most még is tartod ezt? Még ezt mondom. Jó, nem zuglóban mondom ezt, de alapvalóan ezt mondom. Igen, én azt veszem észre, hogy ezek a bizonyos pártok, amelyek hát most ugye hatan vannak, de valójában igazából csak három van, mert a másik három tulajdonképpen nem létező párt ma már, és abból kettő egy évvel ezelőtt sem volt létező párt, de minden esetre ezek a pártok nem nagyon tudnak önmagukban egymással megegyezni, és inkább rábízzák ezt a problémát a választók egy részére. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kis részére, Viktorra is, nem de? És nem biztos, hogy azok a jelöltek nyernek, amelyek majd a nagy választáson esélyesek lehetnének, hiszen itt a választók egy részének, egy részének, egy részének, egy része dönt arról. Igen, szokás mondani, hogy ez egy nagy innováció, hát valóban ez egy innováció, de azért elnézést, nem kell konzervatívnak lenni ahhoz, hogy felvessük azt a kérdést, hogy na is, hogyha innováció, az feltétlenül jó. Nem biztos, hogy ami új az. Az a természetes dolgok mindig jók, és egy gyilkos galóca. Ja, jó, az speciális. Igen. Hát valóban így van. És azt veszem észre, hogy a legtöbb elemző tulajdonképpen az innovatív jellegét emeli ki ennek a dolognak, mint hogyha az önmagában érték lenne, jelezzük, hogy az önmagában jelenleg nem érték. Jelenleg még nem lehet kiemelni belőle olyan sok mindent, ezt meg kell várni, hogy mozgásba jöjjön. Hát úgy legyen. Úgy legyen, mert hogy jól gondolom, fog sikerülni, hogy... mindenesetre rengeteg kételj van, azt mondhatom összefoglalom, hogy van száz, hát nem száz, mondjuk van tucatnyi veszélye, és ebből két-három bejön, már az elég probléma. Bejött, tehát az a baj, hogy a negatív része már az bejött, tehát azt láttuk, mi történik, amikor az ember ül, és akkor azt mondják, hogy hát Karácsony Gergely és a Jobbik beállt el mögé, és mondja, hova állt be? Igen. És nincs magyarázat, és nem tudok semmire gondolni, csak a legrosszabbra nyilván, mert ezért annyira benövök a dolgok, és akkor azt mondom, hogy aha, jó van, srácok. Jó, ezek bekövetkeztek, igen. De hát tehát azt gondolom, mégiscsak füstös szavágban. Hát, nem mindenki vette észre. Ebben bizakodunk, hogy a nép bölcsebb, mint a pártvezető. Hát igen, arra gondolok, hogy ők nem vették ezt észre, és talán ezt ugye el lehet súnyogni. Igen, tehát a jelölteket azért mégiscsak füstös szavában jelölik ki. Hogyne? Igaz, hogy a végső jelölt lehet, hogy előválasztáson dől el, de azért, hogy kik jelöltnek a jelöltek, nem de, azok mégiscsak ugyanúgy füstös szobákban dőlnek el, hogy szokás mondani. Konkrétan nem biztos, hogy biztos, én voltam egy olyan helyen, ahol jöttek a jelöltek így sorba, és így bemutatkoztak, és igen, de hogy hát ez nem lehetne másképp, igazából nem tudom elképzelni másképp. Tehát, hogy a nép küld valakit, az előfordul. Bocsánat, én el tudnék képzelni, hogyha a pártok történetesen már ott tartanának, ahol nem most, hanem már 10 évvel ezelőtt tartaniuk kellett volna, hogy egységesen lépnek föl, akár egy szervezetbe, tehát strukturálisan is mondom. Mármint a Jobbik is a DK? Nem csak a Jobbik is a DK, értem, hanem csak, hogy most mondom két ilyen példát, ahol elképzelhetetlenül tartom ezt. Hát lehet, hogy pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, sőt egészen biztos, hogy 14 előtt mondjuk nem volt ennek sok esélye, de azért 15-16-17-ben már inkább 18-ra már megérett volna, de nem de követték politikai de akciók. De bocsánat kérek, hát azért meg kell nézni, hogy mire, ugye különböző rendszerek vannak, és a különböző rendszerekben különböző pártok vannak, ugye ma már nem a felirati párt van, meg nem is az MSZNP, tehát változott a pártrendszer. Most nem olyan pártokra van ugye történelmileg szükség, amelyek egykoron voltak egy demokratikus rendszerben, hanem ebben az új rendszerben, ugye akárhogy nevezzük is, ugye számtalan elnevezése van ennek a rendszernek, most ebben a rendszerben kell a rendszernek megfelelő pártokat létrehozni, és itt most valóban az a feladat, a mi feladat, a kihívás, úgy tetszik, parancsoló szükségszerűségként jelentkezően, hogy egy egységes tömb lépjen föl az egységes kormányzással szemben. Ez tömegével kívánna önkorrekciót politikusoktól, bölcsességet, politikai éleslátást, sőt, igen. Morális dolgokat hát is nyugodtan felvehetjük, de erkölcsöt is kívánok. Te is elmosolyodtál, mert azért elvárható lenne pedig. Hát ezt gondoljuk el, politikusok tömegei azt mondják, hogy most feladom az egyéni ambícióimat, én nem akarom csillogtatni tovább azt a... Én beállok egy közös falancba azért, hogy ezt a dolgot megoldjam. De bocsánat, mi ebben a nevetséges? Hát pontosan ezt kellene csinálni. Pontosan ezt kellene csinálni. Így van. Én értem, hogy ezt kellene csinálni, de erre, mert nem képesek. Hát erre de nem képesek valóban. Hát akkor azt be kell látni, most látod. Tehát bocsánat, kérek, valahogy ott tartunk, nem tudom, a hallgatóink mennyire értenek egyet velünk. De minden esetre, ugye itt tehát kitaláltak egy metódust,
arra, hogy a saját, bocsánat kérek, impotenciáikat, erkölcsileg meg nem érettségüket a választók helyettük megoldják. Hát bocsánat kérek, önmagában ezért nem tudom szeretni az előválasztás intézményét, inkább azt mondanám, hogy lennének elvárásaink a politikusokkal szemben, különösen egy ilyen rendszerben, ahol egyértelmű, hogy mely, mi a politikai cél, ki a politikai ellenfél, és de milyen a trend az ellenkező irányú. Egyre pontosan. Kevésbé... Tehát egyre, az a, aki akar, az nem képes rá, és aki képes, nem akar. Tehát egyre kevesebb olyan ember áll be politikusnak, pont amit a légkömért, aki ezeket megfelelne, és egyre több olyan, aki meg nő, nagyon szeretne. Így van, azért jelzem, hogy 2011-12-ben még jelentős emberek álltak be, hát most már azok is 90-ben háromszor meg inkább. Hát, igen, de azért mondom, ott az látjuk azért. A bolondok, azért láttuk, és a bolondok. Hogy a mi nemzedékünk képessége látta. Ez a csodálatos egyébként abban, hogy ott a bolondokat sikerült ellensúlyozni. Tehát azt gondolom, hogy ott azért volt, ugye volt egy méltóság, amiről te is beszéltél, valamiféle erkölcsiség, stabil tisztelet, és akkor utána a bolondok abba ellebegtek, és mint bolondok szerepeltek, de hát most könyörgöm, most az történik, hogy tényleg bolondok vannak. Igen, a bolondok egy részét azért a politika felhasználta, és akkor igen. Hát igen, mert hogy viccesnek találta a politika, azt gondolta, hogy nem. Én mindig hallottam egyébként, amikor meghallottam a Torgyány József kacagását, abban azért a marhavagonok a kapujának a záródása azért mindig ott volt a háttérben, tehát azért nem volt ez egy olyan vicces jelenség. De kétségtelen, hogy de színesebb tette ezt a dolgot, és így, hogy nem került hatalomra, hála az Istennek, és sose kellett megtudnunk azt, hogy mit tett volna. De hogy... Hát azért 98-ban, mint tudjuk, azért eléggé hatalomra került, és hát maga módján, és akkor egy nagyon különös furfangos csalással sikerült tulajdonképpen ki nyomni. A Fidesznek ezt mindenképpen megköszönheted, hogyha ez neked... Hát az inkább volt az brutál force, mint, mint furfangosság. Igen. Tehát fogták, igen. És könyökkel olyat igen. Kapott, hogy így kizuhant a Dodge Jam-ből. Ahhoz képest, hogy tulajdonképpen nekik, a kigazdáknak köszönheti a Fidesz a 98-as hatalóra. Hála, nem politikai kategória. Igen, ezt Orbán Viktor megtanult és alkalmazta, és amikor csak lehetett éppen... Ő aztán valóban alkalmazott. Akivel találkozott, és nem árulta el. Igen. Tehát, hogy neki ez egy napi rutin volt azóta is. De hogy viszont az általad választott módszer, tehát mi, hogy ezeket az embereket megtalálni, és politikát csinálni, azért lássuk be, ez egy nagyon lassú folyamat lenne. Tehát itt ezekből kell alkotni igen, valamit. De te tudsz arra hogy... válaszolni, hogy miért van most több párt? Tehát ugye van olyan politikus, akinek a saját anyukája nem tudja, hogy melyik pártban van. Igen. Miért kell most ennyi párt engedelmet kérek? Mert egyéni ambíciók vannak de elsősorban. Valóban, tehát megint csak az egyéni ambícióval magyarázod ez, de hát engedelmet választok egy jelentős része, ezt nem fogadja el ezt a magyarázatot. Nem. Köszöni szépen, nem kér az egyéni ambíciókból, szeretné a rendszert leváltani. Méghozzá a társadalomnak egy jelentős hányada, legalább a fele, lehet, hogy kimondható lassan, hogy a többsége, de minden esetre szeretne váltást, és ez nem biztosítja ez a bizonyos ellenzéki összefogás. Igen, csak azt érzem bennük, hogy hát, ha így is sikerülni fog, mondják a politikusok. De pontosan ezt mondták 14-ben és 18-ban is, és nagyon jól emlékszünk, még a választások előtt néhány hónappal is ezt mondták, hogy jó, hát az nem ment, ami legjobban ment volna, de hát, ha így is sikerül. Nem Jobbik hiányzott, de most megvan ő is. Most már biztos sikerülni fog. Ja, most fog, de ne így év múlva. Nyugodtan mondhatjuk, hogy most több esély van valóban, hiszen végre strukturálisan közelebb vagyunk ahhoz az állapothoz, amelyet a közönségnek egy nagy része kifejezetten elvár. Még mindig nem vagyunk ott, de közelebb vagyunk, mint 18-ban vagy 14-ben voltunk. Annál jobb úgyhogy, helyzet. Úgyhogy nagyobb esélye van. 8-12 év, és szerintem már egészen komoly esélyeink lesznek az ellenzék. Na hát én éppenséggel ezt mondom, akkor talán nem csoda, hogyha az előválasztási intézményét nem különösebb szimpátiával. Ez még elbírja. Az előválasztást is egyébként. Ez a borzalmas inkább helyzet. Legyünk rajta túl, legyen előválasztás, csak legyen belőle. Muszáj kipróbálni ezt is, mert olyan jó ötletnek tűnt, és most már nem engedik el. Szentpéteri Nagy Riárd volt a vendég. Köszönöm. Én köszönöm. Viszont hallásra legyenek jók.